Hajnal Jenő, Pásztor István és Balogh Zoltán a nemzeti színű szalag átvágásával adta át ünnepélyesen is rendeltetésének szombaton délelőtt Szabadkán a központ új épületét. Szeptember elején már elkezdődött a képzés az Óbudai Egyetem mechatronikai szakán és a Szegedi Tudományegyetem inkluzív gyógypedagógiai szakán a központ keretében, mondta az eseményen Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Magyarországon akkreditált képzésekről van szó, az egyik az mesterképzés, a másik pedig szak továbbképzést jelent. A mesterképzésnél a Magyarországon szerzett diploma, európai kompatibilis diploma, amelyet itt Belgrádban az ENIC-NARIC diploma elismerő minisztériumi hivatalon keresztül tudnak honosítani a gyerekek. A szakképzéseknél pedig lehetőség nyílik arra, amikor most van folyamatban a szerbiai törvénynek az adaptálása, alakítása az Európai Unió kompatibilitási törvényeihez, hogy ugyanezt a formát meg tudjuk valósítani. Pásztor István, a VMS elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, a központ kialakításáról egy évvel ezelőtt tárgyalt Balogh Zoltán miniszterrel, és már meg is tudták nyitni az intézményt. A szabadkai képzőközpont a többi magyar kormány által támogatott intézménnyel együtt a szülőföldön való boldogulást segíti, tette hozzá. Itt egyrészről magyar nyelvű felsőoktatási képzés fog folyni, mégpedig oly módon, hogy amilyen gyorsan szükséges a tartalmaknak a változtatása a piaci igények tükrében, olyan gyorsan tudjuk ezt elkövetni. Másrésztről pedig a felsőoktatási tevékenységen túlmenően itt egy olyan kutatóközpont fog létrejönni, amelyik hiánypótló. Balogh Zoltán Magyarország emberi erőforrások minisztere ünnepi beszédében elmondta, olyan képzésekre van szükség, amelyek versenyképes tudást képesek biztosítani, de nem csak a teljesítmény vezet a boldoguláshoz, hanem az a közösség is, amelyben élünk. Egy egységes kárpát-medencei magyar felsőoktatási térben gondolkodunk. Azt szeretnénk, hogy a professzoraink és a diákjaink keresztül kassul járják a Kárpát-medencét, ne csak Budapesten keresztül, hanem direkt módon is egymással kapcsolatban tudjanak lenni a felsőoktatási intézmények. Ehhez a Makovec program, a Makovec ösztöndíj program, ami professzoroknak szól, több mint 30 professzor már igénybe veszi, és diákoknak több mint 300 diák már igénybe veszi, nyújtja azt a lehetőséget, hogy mindenfajta anyagi probléma nélkül tudnak tanulni egymás intézményeibe. Az épületben jövőre még 3 képzés indul. A műemlékvédelem alatt álló egykori polgári ház, a Donát Mór Bérház képzőközponttá alakítását 400 millió forinttal támogatta a magyar kormány.